A titánok harca Kronosz elnyúlva feküdt az Otris hegy tetején. A többi titán még nem értesült Zeus mentő akciójáról, de valószínűnek tűnt, hogy mihest meg tudják, hatalmas haragra gerjednek majd. Az éleple alatt Rea hat gyermekével együtt leereszkedett a hegyről, és elmenekültek a titánok földjétől, amilyen messze csak tudtak. Zeus tisztán látta, hogy a háború elkerülhetetlen. Kronosz nem nyugszik majd, amíg gyermekei életben vannak, és Zeus is ugyanilyen eltökélten kitart apja trónfosztása mellett. Most még hangosabban susogott a fülébe a hang, amely gyermekkora óta kísértette. Morosz lágy bizonygatta, hogy az uralkodása sorsa. A történészek titanomachiának nevezték el az elkövetkező véres, ádász pusztító küzdelmet. Habár sajnos nem ismerjük a tíz évig tartó háború legtöbb részletét, azt tudjuk, hogy a titánok, istenek és szörnyetegek csatározásakor felszabaduló hatalmas energiától tüzet okáttak a hegyek, és megremegett, széthasadt a föld. Rengeteg szárazföldi terület és sziget eharcok során jött létre teljes földrészek mentek arrébb, változtatták meg alakjukat. A manapság ismert világ nagy részének földrajza pedig e szó szerint megrázkodtató erejű csetepaté során formálódott ki. Nyílt csatában szinte biztosan a titánok győztek volna, hiszen együttes erejük jócskán meghaladta fiatal ellenfeleikét. Erősebbek, könyörtelenebbek és barbárabbak voltak. Klümené fiain, Prometheuson és Epimetheuson kívül mindegyik titán Kronosz mellé állt. Így sokkal többen voltak, mint az Eus vezetése alatt felsorakozó állítólagos istenek. Azonban, ahogy annak idején Urános drágán megfizetett azért, mert a küklopszokat és a hekatonk helyreket a föld alá száműzte Gaia méhébe, most Kronosz is megihatta korábbi hibájának a levét. Hiszen a lényeg tartarosz barlangjaiba való száműzése sem volt éppen szerencsés ötlet. A bölcs és okos métis tanácsára ugyanis Zeus leszállt közéjük, hogy felszabadítsa három egyszemű és három száz karú testvérét. Szabadságot ígért, ha cserébe segítenek Kronosz és a titánok legyőzésében. Több sem kellett nekik, azonnal kötélnek álltak. A gigászok is Zeus mellett sorakoztak fel, és hamar megmutatták, hogy milyen bátor és fáradhatatlan harcosok. A végső ütközetet a Hekaton helyre könyörtelen kegyetlensége döntötte el. Hogy sok-sok kezüket és fejüket ne is említsük, illetve az, hogy a bőzhevület csodásan egyesült a küklopszok vad elektromos erejével, talán még emlékszünk a nevükre: Brontész a mendörgés, Sztéropész a villám és Argész a ragyogás, ezek az ügyes mesterek mennykövekké kovácsolták a viharokat, hogy fegyverként használhassa őket Zeus, aki aztán hajszál pontosan célozva atomjaira robbantotta velük ellenfeleit. Irányítása alatt a hekaton kejrek iszonyú fürgeséggel haigálták szikláikat, miközben a küklopszok villámokkal és szörnyen zúgó mennydörgésekkel pusztították és zavarták meg az ellenséget. A hekatankelyrek száz karja fáradhatatlanul fogta és dobta, fogta és dobta a köveket az ellenségre, mint meg annyi tébolyult, szélmalom katapult, amit csak a péppéver tönkre zúzott titánok. Fegyverszünetért nem könyörögtek. Hagyjuk most előket, ahogy véres fejüket lehajtva készülnek a végső megadásra és nézzük meg, mi történt még a világon, miközben tíz éven keresztül zajlott. Ez szörnyű harc. A burjánzás A háború örjöngő tüze végig perzselte a földet, és megtermékenyítette azt. Új hajtások sarjadtak ki, hogy a győzedelmes istenek friss, zöld világot kapjanak majd örökül. Ha emlékszünk még, hajdan a kozmosz és a káosz egyek voltak. Aztán a káosz felköpte az élet első formáit, az ősi létezőket, valamint a fény és a sötétség alapelveit. Mihez létrejöttek az egyes nemzedékek és új lények születtek, egyre összetettebb lett a világ. Ezek az ősi és elemi alapelvek változatos, különleges és gazdag életformákat szőttek maguk köré az így keletkezett létezők finom és egyedi személyiséggel és egyéniséggel áldattak meg. A számítógépes programozás nyelvén szólva, mintha az élet két bitesből, négy bitesbe, aztán nyolc bitesbe, majd 16, 32, 64, stb. bitesbe menne át. Minden egyes ismétlődés milliónyi, majd milliárdnyi változatban jelent meg, különböző színben, formában, illetve mondjuk így felbontásban. Létrejött a nagy felbontású személyiség, mint ahogy modern emberekként mi is így szeretünk büszkén magunkra gondolni. A biológusok fajképződésnek nevezik a jelenséget, ahogy az új életformák a létezésbe törnek. Valahogy úgy képzelem a teremtés első szakaszát, mint egy réges-régi tévéképernyőt, amelyen a TV foci nevű fekete-fehér játék megy. Az idősebbek még talán emlékeznek a TV focira. Inkább a féle teniszjátékot modellezett, ahol két egymással szemben álló fehér vonal jelképezte az ütőket, egy négyzet alakú vastaga pöty pedig a labdát. Szóval a létezés ekkoriban még egy pattogó teniszjátszma primitív, pixeles változata volt. Nagyjából 35-40 év múlva azonban már nagy felbontású 3D grafikában virtuális, kiterjesztett valóságban ment a meccs. Tehát valahogy így nézett ki a görög kozmosz, a teremtés, amikor a kezdetben ormótlan, alacsony felbontású kontúrok egyszer csak gazdag, változatos életté robbantak szét. Furcsa, következetlen, kiszámíthatatlan, fondorlatos, ismeretlen istenek és teremtmények jöttek létre. Hogy EM Forster megkülönböztetésével éljünk, aki a regény szereplőkkel kapcsolatban így fogalmazott, a világban lévő lapos karakterek egyszer csak sokoldalúakká lettek, aztán olyan személyiségek kifejlődtek, akiknek már meglepő húzásaik voltak. Megkezdődött hát a móka. Megszülettek a múzsák, a triászok, és más fontos élőlények is a világra jöttek. A levegő, a föld és a víz szellemei Hiába dúlt világszerte a titanomachia, a természet tündérei, illetve mindenféle más szellem is sokasodni kezdett, hogy kielőjék saját területeiket. Nagyjából úgy képzelhetjük el őket, mintha éppen valamilyen fedezékbe szökkentek volna, vagy a bokrok mögött lapulnának remegve, miközben fejük fölött sziklák és mennykövek röpködtek, alattuk pedig a föld beleremegett az ádász háborúskodásba. Javarészt törékeny lények voltak, de valahogy mégis túléltek, alkalmazkodtak, hogy aztán szépségükkel, kellemükkel és bűbájukkal gazdagítsák a világot talán a nimfák a legismertebbek közülük, ezeknek a női alistenségeknek a nagy csoportja, akiket lakóhelyük szerint szokás törzsekre vagy alfajokra osztani. Az oreászok Görögország és a környező szigetek hegyein, dombjain, barlangjaiban éltek. A néreiszek elődeikhez, az ókeániszekhez hasonlóan a tenger mélységeinek lakói édesvízi megfelelőiket, a nájászokat a tavakban és az áradó folyóvizekben, illetve a partmenti nádasokban találhatjuk meg. Idővel bizonyos vízininfák kezdtek egyre speciálisabb területekhez kapcsolódni. Például megjelent a pagainak nevezett csoport, akik a forrásokat keresték. A potomeidák pedig a folyók körül sereglettek. A szárazföldi auloniádok a legelőkön és a ligetekben, a leimakidok pedig a réteken éltek. A fák szellemei közé tartoztak a könnyű szárnyű drűászok, és az erdei ninfák, a hamad akik a fákhoz kötődtek, itt találtak otthonra. Amikor fájuk elpusztul vagy kivágják, ők sem élik túl. Voltak olyan ninfák, akik még ennél is jobban specializálódtak, például egyesek csak alma, mások pedig babérfán éltek. Vagy emlékezzünk csak a meliákra, a manna termő kőr is faninfáira. Így aztán miközben a föld még mindig a háború rettenetét és pusztításait nyögte, a természet bámulatos bravúrral beérett. Belakta és benépesítette a világot, hogy még csodásabb félisteneknek és halhatatlanoknak adjon életet. Ebbúriánzás biztosította, hogy midőn végre eloszlott a csaták pora és füstje, a győztesek egy élő, színes, gyönyörű világ felett uralkodhattak. A diadalmas Zeus tehát egy minden eddiginél gazdagabb földet, eget és vizet vehetett birtokába. Az adományosztó és a föld ítélő bírája Zeus biztos akart benne lenni, hogy a legyőző titánok sohasem lázadhatnak fel, és nem fenyegethetik többé a hatalmát. A háborúban nem Kronosz volt a legerősebb és legkegyetlenebb ellenfele, hanem Japetos és Klümené brutálisan erős elsőszülöttje Atlasz. A titán mindig ott harcolt a csaták kellős közepén, és buzdította a többieket, hogy tegyenek még valamit, akkor is, amikor már a hekatank helyrek tértre kényszerítették őket. Ellenségeskedéséért Zeus azzal büntette, hogy az idők végezetéig neki kellett az égboltot tartania. Ezzel két legyet ütött egy csapásra. Zeus elődjeinek, Uránosznak és Kronosznak, ugyanis rengeteg energiája elment arra, hogy elválasszák az eget a földtől. Így Zeus rögvest megszabadult a -e kimerítő tehertől, hiszen a szószoros értelmében a legveszélyesebb ellenfele vállára rakta azt. Oda állította a titánt, ahol a később Európának és Afrikának nevezett földrészek összekapcsolódtak. Az ég teljes súlya ránehezedett erőlködve, merev lábakkal, szinte megpattanó izmokkal végezte feladatát, teste szinte kitekeredette szörnyű és földön túli erőfeszítéstől. Évezredekig áltott, eltorzult arccal nyögve, mint egy bolgár súlyemelő. Idővel aztán megkeményedett, így lett belőle az Atlasz hegység, amely napjainkban is támasztja az eget, nehogy Észak-Afrikára boruljon rogyadozó, erőlködő képét rajzolták az első világtérképekre, amelyeket tiszteletére a mai napig atlaszoknak nevezünk. Egyik oldalán a földközi tenger terül el, a másikon pedig az Atlanti óceán, amely szintén róla kapta a nevét. És valahol itt lehetett az Atlantis nevű misztikus sziget is. Hogy mi lett Kronosz, e sötét, boldogtalan lélek büntetése, aki egykoron mindenek uraként a jóslattól félve, bűnös módon saját gyermekeit falta fel? Ahogy annak idején kasztrált apja, Uránosz megjósolta, járnia kellett a világot, sosem pihenhetett meg. Kérlelhetetlen, örök száműzött bolyongás jutott osztály részéül. Minden nap, óra és perc kijelöltetett számára mivel Zeus arra ítélte Kronoszt, hogy magát az örökké valóságot számlálja. Korunkban is mindenfelé láthatjuk sötét, baljós alakját és sarlóját. Manapság néha az idő atya, olcsó és megalázó nevet aggatják rá, sápat nyúzott alakja pedig szemlélteti, hogy a kozmosz órája elkerülhetetlenül, és könyörtelenül ketyeg, és előbb-utóbb mindenkinek lejár az ideje. A sarló meglendül és lecsap, mint egy könyörtelen inga, az emberi testek pedig akár csak a rétfüve sorra dőlnek, ha lesújt a penge. Rengeteg szavunk őrzi Kronosz nevét, olyan kifejezésekben rejtőzik, mint például a krónikus, a szinkronizál, a kronométer, a kronográf vagy a krónika. A rómaiaktól a Szaturnusz nevet kapta, a komor, sötét, bukott titán, aki az égen apja uránus és fia Jupiter között helyezkedik el. Nem mindegyik titán száműzték vagy büntették meg. Sokakkal szemben Zeus irgalmasnak mutatkozott és megkegyelmezett nekik. Az a néhány pedig, aki a háború alatt mellé állt, jól járt a választásával. Atlas testvére Prométheus az elsők között bizonyult előrelátónak és bölcsen úgy döntött, Csapatot vált, és saját fajtája ellen játszik inkább az Isteni Ligában. Zeus jutalomként barátjává fogadta, és igen nagy örömmel élvezte a fiatal titán társaságát. Egyszer majd fontos következményei lesznek-e kapcsolatnak még hozzá olyanok, amelyeket a mai napig is a bőrünkön érzünk. Hamarosan mesélek majd a barátságról és szomorú végéről. Korábban már említettem, hogy a háború során hódolatok jeléül a küklopszok adták Zeusnak a fegyvert, amely innentől aztán állandó attribútuma lett. Testvéreiknek, a hekatonkhelyrek borzasztó erejének köszönhették az Istenek a győzelmet. Őket, jutalmul Zeus visszaküldte a tartarozba, ezúttal nem rabokként, hanem a mérhetetlen mélységek kapuinak őreiként. A küklopszok pedig abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy ezután Zeus személyes fegyverkovácsai lehettek.